start, jól sikerült az indítás, úgy látom az egész mezőnynek az 1200 méteres Bakonyi díjban, és Enrico kezd nagyon erősen, rögtön el tudja majd venni a falat az első 100 méter után. Ez Enrico mögött mellett azért Oklanda is remekül tartja magát, és próbál visszajönni ott a barrier mellett. Oligarha, illetve Cunami az, aki ott vannak nagyon-nagyon közel, és Fabrizia kívülről úgy tűnik, hogy le tudja gyorsulni, hát nem is a teljes mezőn, de legalábbis a java részét, és megérkezik Enrico mellé. Enrico, Fabrizia, Cunami, Oklanda, Governor, Gainerboy, Oligarha és Snowhawk. Ez egyelőre a lovagsorrendje, amikor már a kanyar közepén jár a Bakonyi díj mezőnye, és Enrico egyelőre nagyon erős. Enrico tartja ezt a jó kétosztas előnyét, ez Enrico mögött még mindig Fabrizia, a második, a harmadik helyen Cunami, Mentafonon Oklandát is lovagolni kell, Governor és Gainerboy próbálnak elindulni a közép mezőnyből, egyelőre Oligarha elég hátul, Snowhawk most már esély nélkül, 300-nál, ez Enrico még vezet, de nyakán a fél mezőn, Gainerboy nagyon erős, Fabrizia Bentafonon próbálkozik, jön Gainerboy, jön a háttérből Oligarha óriási lendülettel, Enricónak még azért van egy csepp előnye, Gainerboy most belülre sodródik, de szép lassan talán megérkezik most már Enrico mellé, középen pedig Oligarha is nagyon erősnek tűnik, középen jön Oligarha, Oligarha támad, de egyelőre Gainerboy, de Oligarha lehet, hogy pont a célban elkap mindenkit. Elképesztően látványos befutó, hárman szinte teljesen együtt, belül Gainerboy, középen Oligarha, kívül Enrico, és lehet, hogy az utolsó lépéseken Oligarha lesz majd a nyerő.